A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 12-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban szimfonikus és jazzzenével, Petőfi Esttel, egy Bereményi interjúval és a Pro Teatro díjátadóról szóló beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! Megkezdődött az Alba Rége Szimfonikus Zenekar ünnepi hangverseny sorozata az Elcsendesülés estjén, Cherubini Requiemje csendült fel Pad Zoltán vezényletével. A 2023-24-es ünnepi sorozat nyitókoncertjén zenetörténeti kuriózummal várta közönségét az Alba Rége Szimfonikus Zenekar. A Szent István Székesegyházban megrendezett hangverseny műsorában Ruf Tamás igazgató köszöntőjét követően Luigi Cherubini C-moll requiemje csendült fel. Az esten közreműködött az Alba vegyes kar és az Ars Musica kórus. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a mai napot, és azt, hogy minden évben megbízhatóan a Requiem repertoárnak valamelyik szép darabját megszólaltassuk közösen. Most már évek óta a felújított Szent István Bazilika egy csodálatos helyszín erre a szép estére, és nagyon nagy öröm az, hogy Pad Zoltán karnagyunk vezényli a ma esti Cherubini C-moll Requiem előadást Székesfehérvár kórusainak és hivatásos szimfonikus zenekarának előadásában. A mű érdekessége, hogy eltérően az oratórium repertoár legtöbb nagy remekétől, a szerző kizárólag kórust alkalmaz benne, nincsenek énekes szólisták. A szerző nagyon érdekes korban élt, Mozart után, de tulajdonképpen még a nagy oratóriumok előtt. Viszont olyan korokat előlegez meg a zenéjével, amelyet aztán Johannes Brahms teljesített be a saját német requiemjével. Ugyanis ez a requiem, ez C-mollban íródott, de nagyon hasonlít a hangszerelése a Brahmshoz. A hegedűk hiányoznak az első két tételben, és ugyanúgy a végén a brácsa játssza a legmagasabb szólamot. Ez egyfajta rágondolás, megemlékezés, igazán requiemi hangulatot áraszt ez a darab. Az Elcsendesülés estjén bebizonyosodott, a kivételes méltósággal előadott darab minden közösség számára fontos, lélekemelő pillanatokkal ajándékozták meg az emlékezőket. Az Aranybulla könyvtár vendége volt Kuruc Ádám Konrád. A Latinovics díjas versmondó színművész Petőfi Sándor életművét tárta a közönség elé, kicsit másként. Akinek nincs szeretője, bort igyék, s hinni fogja, hogy minden jány érte ég. És igyék bort az, akinek pénze nincs, s övé lesz a világon mindenki. Bizony mondom, gyász most a magyar címmel, Kuruc Ádám Konrád Latinovics díjas versmondó és színművész verses prózai monodrámáját hallgathatták meg Petőfi Sándor életművéből az érdeklődők az Aranybulla könyvtárban. 2017-ben állítottam össze az első verses prózai monodrámámat, az Ady Endre életművét, költői munkásságát dolgozza fel, és az elmúlt 6 év során folyamatosan állítok össze újabb és újabb költői életművekből műsorokat. A Petőfi volt a 7. ebben a sorban egy portréműsor. 2021 nyarán jött egy felkérés, hogy Koltón, ott van minden év szeptember első hétvégéjén, Petőfi napok, és ott mindig van egy verses prózai előadás, egy Petőfi műsor, és akkor jött a felkérés, hogy esetleg tudnék egy 35-40 perces Petőfi műsort összeállítani. Örömmel vállaltam a felkérést, úgyhogy ezt az előadást, ami 45 perc körülbelül, és igyekszik Petőfi teljes életét átfogni. Nyilván nem lehet 45 percben átfogni, hogy törekedtem a legfőbb töréspontokra, amelyek Petőfit leginkább tulajdonképpen meg tudják mutatni. És elmémuljak mindörökre át.
Az előadás különlegessége, hogy az elhangzó verseket hosszabb, rövidebb prózai szövegek kötik össze, fűzik egymáshoz, amelyekben a versek hátteréről, keletkezésük kulisszatitkairól mesél a hallgatóságnak, a költő élettörténetéből szemezget, s mivel levelezéseiből is belecsempész néhányat, így áll össze dramaturgiailag kerek egészé az előadás. Támaszkodtam az iskolai tanulmányokra, hogy melyek azok a versek, amiket mindannyian tudunk, ugye, és ugye a közös nemzeti örökségünk része, a nemzeti öntudatunk része, úgyhogy főként a szerelmi költészete van centrumban, azon belül is nyilván ugye a Szendrei Júliával való megismerkedése, házasságuk szeptember végén nyilván nem kihagyható egy ilyen műsorból, és a forradalmi költészete, a magyarság versek, az dominál leginkább. 1844-től indítom a műsort, amikor 21 esztendős, és elviszem egészen az utolsó napig, amikor eltűnik a Fehéregyháza és Segesvári ostromban 1849. július 31-én. Nem. Költészet. Nem hagylak el soha! További adalék a műsorhoz, amit a szép számú versbarát is megtapasztalhatott, hogy Kuruc Ádám, Konrád produkciójának igazi különlegessége, hogy nem verset szaval és kívülállóként mesél, mutatja be a költőt, hanem egyes szám első személyben, Petőfiként beszél, verseit pedig sajátjaként mondja el. Az elmúlt héten már beszámoltunk róla, hogy a Vörösmarty Színház bemutatta az Apacsok című kortárs drámát, a prömiéren megjelent a darab Kossuth Díjas szerzője, Bereményi Géza is. A Vörösmarty Színház Bagó Bertalan rendezésében bemutatta a Bereményi Géza Kovács Krisztina szerzőpáros Apacsok című korszakos drámáját, amely a szocializmus világából kiábrándult emberek felelős döntésének tragédiába torkolló történetét mutatja be, akik időről időre kiköltöztek családostul a Bakonyba, és megpróbáltak úgy élni, beszélni és gondolkodni, mint az indiánok, tisztán, egyszerűen, őszintén, valóságos erkölcsi normák mentén. Az Apacsok két időségben játszódik, az egyik a 60-as évek, amikor játsszák az indiánt, majd azt is látjuk, hogy megfigyelik őket, zsarolással beszerveznek közülük egy besúgót. A történetet keretbe zárja a mai korvilága, amikor egy kuratóriumi ülésre látogattunk el egy filmforgatókönyv kapcsán. A premiért megtekintette a Kossuth Díjas író, Bereményi Géza is, aki visszatekintett arra az időszakra, amikor még gyermekként, majd barátjával Cseh Tamással is kipróbálta az indián életet. Már gyerekkoromban olvastam magyar indiánokról, és összeismerkedtem velük, tehát elsősorban Cseh Tamás volt az, aki bevezetett engem az indián játékba. Nem csak megpróbáltam, játszott is indiánt, már nagyon kora, gimnazista korától a barátaival, és később, mikor összeismerkedtünk, akkor meghívott engem is, és én fehér ember voltam, és együtt játszottam velük az indián játékot, csak fehér emberként, oda vetődött fehér, vadászként. A beszélgetésen természetesen szóba került a szerzőtárs dramaturg, Kovács Krisztina is, aki egykor úgy fogalmazott, ő nem tett mást, mint összefésülte, felöltöztetve, színpadra alkalmazta a történetet. Ő írt, a dramaturgia az övé. Tehát ő írt egy darabot belőle, csak én lettem a szaktanácsadója, és aztán a továbbiakban pedig együtt írtuk a darabot vele. Bereményi Géza úgy fogalmazott, a koratta lehetőségekkel élve született meg a dráma, ugyanakkor az aktualitása a jelenkorban is megmaradt. Ez mindig aktuális, mert az, hogy valakik játszanak egy régi kultúrából, de ugyanakkor egy korabeli történetben vannak, ez egy nagyon jó színházi lehetőség. A szerző szót ejtett arról is, hogy egy ilyen darab lehetőséget ad színművésznek, rendezőnek, nézőnek arra, hogy kicsit visszatekintve megfogalmazza gondolatait egy letűnt kor árnyairól. Ez nagyon jó lehetőség színészeknek játszani, és ebből a játékból sok minden kiderül a társadalomról és az életünkről. Az Apacsok története tehát Budapest és Veszprém után Székesfehérváron folytatódott, és a nézők több mint fél évszázad múltán művészi megközelítésből ismerhettek meg egy történetet 56-ról és a forradalom utóéletének következményeiről. A
színház évadnyitó előadásán átadták a Pro Teatro díjakat, az elismeréseket ebben az esztendőben Lőrin Zsuzsa, a színház ügyvezető dramaturgia és Ferenci Noémi, a Ciszterci Szent István gimnázium tanára, a Fejér Holló Diák Színpad művészeti vezetője vehette át. Immár hagyomány a város kulturális életében, hogy a színházi évad első premierje keretében adják át a Pro Teatro díjat, amelyet Székesfehérvár önkormányzata ismeri el a színházi világban dolgozók munkáját. Idén a Vagó Bertala rendezte Bereményi Géza és Kovács Krisztina Apacsok című művével indult a Vörösmarty Színház 2023-24-es évada. A premier előtt a rangos elismerést Cserpakovics András polgármester adta át Ferenci Noéminek és Lőrin Zsuzsának. Egy bemutató az mindig nagy öröm, így vagyunk ezzel ma este is, biztos, hogy egy nagyon, nagyon minőségi előadást fogunk látni itt november közepén. Egyúttal azt a jó hírt is meg tudjuk osztani a nézőkkel, hogy az évad nem csak elkezdődött, hanem reményeink szerint nyugodtan végig is fog tudni menni, azaz a téli időszakban, tehát januárban, februárban és márciusban is nyitva lesz a színház, és várja majd azokat, akik a kultúra azon ága iránt érdeklődnek, amelyeket a színházba mutatnak be, akár a Vörösmarty Színház, akár az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, akár a Balett Színház előadásaira lehet majd jönni. És a ma este az, mint az első bemutató az évadban, az lehetőséget is alkalmat ad, hagyománynak megfelelően a Pro Teatro díjat, illetve díjakat az idei esztendőben átadjunk. Két, azt hiszem, nagyon fontos és sok város számára tett kulturális szolgálat nevükhöz fűződő szemét díjazhatunk. Az egyikük egy színházi ember, aki 2019 óta van itt a Vörösmarty Színházban, a másikuk pedig egy tanár egyénisége a Ciszter Gimnáziumnak, és valóban összeköti őket a diákok bevonása a színházi életbe, akár az Atlantis program, akár a Petőfirok, vagy éppen a Ciszter Gimnáziumon belüli diák színpad, például október 23-ai idei megemlékezésünk műsora. Azt hiszem, hogy mind a két személyiség olyan, aki megérdemli ezt a díjat, és bizonyára nem csak mi gondoljuk így, hanem a város kulturális közössége is úgy érzi, hogy jó helyre kerülnek az elismerések. Szikora János a teátrum igazgatója megerősítette Lőrin Zsuzsa személyében egy elkötelezett, a munkáját kivételes szakmai hozzáértéssel végző színházi szakember érdemelte ki az elismerést. Lőrin Zsuzsa az egyik díjazott, és ennek azért nagyon örülök, mert őt személy szerint kevesen ismerik, noha a munkáját nagyon sokan. Alig van olyan talán a városban a színház szerető, aki ne hallott volna az Atlantis programról. Nem beszélve arról a sok száz diákról, akik évről évre részt vesznek ebben a programban, és nagyon jó szívvel emlékeznek rá. Emögött az Atlantis program mögött óriási szervező munka áll. Az, hogy ez minden évben létrejöjjön, megvalósuljon, ennek a gazdája igazából Lőrin Zsuzsa. Ugyancsak ő menedzseli az összes olyan projektünket, amelyek a diákokkal, az oktatással, a gyerekekkel való kapcsolattartáson alapul. És ez évről évre stratégiailag annyira fontos mozzanata, változata a mi színházunknak, hogy nagyon-nagyon örültem, hogy az az ember, aki ennek a nagyon fontos munkának a motorja, annak a tevékenysége nem maradt észrevétlen, és ez mindenképpen jó leső érzés neki is és mindnyájunknak. Lőrin Zsuzsa, aki színészként is jelentős karriert tudhat magáénak, a Vörösmarty Színházban 2014 óta rendez gyermekelőadásokat, az ő nevéhez fűződik a 2022-ben nagy sikerrel befutott Petőfi Rock is. 4 éve a Vörösmarty Színház művészeti vezetőségének tagja, először stratégiai munkatársként, 2022. szeptembere óta pedig ügyvezetőként. Azon kezdtem meg gondolkodni, hogy ezt miért kaptam. Azért kaptam, mert az a munkám, ami, és azt imádom csinálni, szeretem csinálni, de hát a színház az társas műfaj, tehát hogyha nem lennének olyan munkatársaim, mint amilyenek vannak, akkor ezt én se tudnám jól csinálni, csak pörögnék egy helybe, és nem történne semmi. Úgyhogy igazából én köszönöm azoknak, akikkel együtt dolgozom, hogy ezek szerint jól csinálhatom a munkámat. Ezen gondolkodtam, hogy most az Atlantis program
miatt, vagy egyáltalán a nevelési programok miatt kaptam ezt, vagy amúgy, amit a színházban csinálok, de tulajdonképpen mindegy is. Azt hiszem, hogy a legfontosabb nekem, és amitől én tényleg fehérvárinak kezdtem érezni magam, és remélem, hogy maradok is székesfehérvári, most már itt is élek egy éve, az az Atlantis program, és hát azt a gyerekeknek köszönöm, és a tanároknak, azoknak a pedagógusoknak, akik vezetik ezeket a csoportokat, és fantasztikus munkát végeznek. Ferenczi Noémi a Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógusa által felkészített fiatalok rendszeres fellépői és díjazottjai a fehérvári versünnepnek. Emellett a gimnáziumban működő Fehér Holló diák színpad rendezőjeként és színház szervezőjeként évről évre nagy sikerrel visz színpadra magas színvonalú előadásokat. Hatalmas meglepetés volt, és a meglepődésemnél csak a hálám nagyobb mindenki felé, akinek ezt köszönhetem, és akinek a segítsége, támogatása nélkül ez nem történhetett volna meg. Mindenképpen megerősítés. Nem, mint hogyha egy pillanatra is kétségem lenne a felől, hogy fontos és szép dolog, amit teszünk, de mégis szüksége van az embernek a visszajelzésekre, és ilyen értelemben nagyon jól esik. A két elismerés megerősítette városunk kulturális életének egyik kulcsa a színházi élet, izgalmas, tartalmas jövőképpen rendelkezve várja az új nemzedéket. Két esztendő után ismét Fehérváron lépett fel Mats Gustafsson, a világhírű jazz muzsikus, a kiváló szaxofonos erre az estére, a The End zenekarral érkezett. Mats Gustafsson a kortárs európai jazz egyik legnépszerűbb személyisége látogatott el Székesfehérvárra az Alba Régia Szimfonikus Zenekar meghívására. Az est házigazdája Kis György régi ismerőse a korszakos szaxofonosnak, hiszen 2018-ban, majd 2021-ben is ő invitálta meg a művészt városunkba, aki erre a koncertre a The End zenekarral érkezett. Nagyon örülök, hogy újra itt van, ami részben egyébként véletlenszerű, és hogy ez a zenekar jött el, ami Magyarországon még nem játszott soha, egy ilyen 3-4 éve létező zenekar egyébként, és nem is biztos, hogy fog még egyszer, úgyhogy ez egy különleges esemény a számomra, és én sem láttam még ezt a zenekart élőben egyébként, pedig már 3 lemezük megjelent. Ez egy, persze ő rá jellemző zenét játszik, Mats Gustafssonra, aki a vezetője, de megint teljesen más, mint az előzőek. Sok folk elemet tartalmaz, amit eddig nem igen lehetett felfedezni például az ő zenéjében. 3 norvég és 2 svéd a tagja a zenekarnak egyébként. Tehát gondolom, hogy sikerült úgy meghívni, hiszen most is Nick Kezdorban él, gondolom én. Igen, még mindig Nick Kezdorban él, ez azért sokat segít nekünk. A többiek azok ma érkeztek repülővel Svédországba, egyébként Stockholmba játszottak a héten. Valószínűleg már előbb, ezt nem tudom, valószínűleg már előbb hazatért Nick Kezdorba, és akkor ő fogadta a többieket a repülőtéren, és onnan jöttek. Tehát ez azért nekünk nagy szerencsénk ővele, hogy viszonylag könnyen ide ér Fehérvárra. És egyébként holnap játszik Velszben, Ausztriában egy 3 napos jazzfesztiválnak a főműsora lesz holnap este a Dien zenekar. A szimfonikusok új koncertsorozata szervesen kapcsolódik ahhoz a célhoz, hogy a kortárs klasszikus zene fajsúlyosan jelenjen meg a város zenei palettáján. Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetője pedig bizonyos abban, hogy a Mats Gustafsson koncert mellett, hogy közeljövőben folytatandó Kérdezd a zeneszerzőt est is jól szolgálja ezt a célt. Most egy egészen másféle zenével jött Mats Gustafsson hozzánk, mint legutóbb, mivel most elhozta magával The End elnevezésű zenekarát, és egy igazi jazz, rock, funk, metal
improvizációs estnek vagyunk most a tanúi. Ez is egy irányzata a kortárs zenének, egyszerűen azért, mert a zeneszerzésnek az egyik első lépcsője az az improvizáció, és ez egy improvizációban és hangszín improvizációkban nagyon-nagyon gazdag zene. Tehát attól, hogy teljesen másféle műfajról van szó, mint a szimfonikus kortárs zene, vagy akár a szimfonikus improvizatív zene, de maga az improvizáció az a zeneszerzésnek az egyik alfája, egyik kiinduló pontja, szóval mindenképpen szeretnénk ezt is megmutatni a székesfehérváriaknak, mert mi azt gondoljuk az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál, hogy a kortárs zenének minden ágát érdemes megismerni, és mindenki döntse el maga, hogy mi az, ami neki tetszik. Közeljövőben, ha már a szimfonikusoknál tartunk, mire készültök? Legközelebb egy egészen másféle kortárs koncerttel folytatjuk majd itt az Arszó Székházban. November 24-én lesz a Kérdezz a Zeneszerző című sorozatunknak a következő koncertje, ahol Ligeti György zenéjével fogunk megismerkedni. A nagy, világhírű magyar zeneszerző 100 évvel ezelőtt született, így az ő egyik legfontosabb, leghíresebb és egyik legnehezebb művét fogja megszólaltatni az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese, ez pedig nem más, mint a Kammer Koncert című darab, majd pedig Dargai Marcell zeneszerzőnek erre a műre reflektáló darabjával fogunk megismerkedni, és megtudjuk azt is, hogy mi köze volt Ligeti Györgynek Hollywoodhoz, mekkora hatással volt ő az amerikai filmeknek a zenéjére, zeneszerzésére, és van a mai napig, illetve lesz egy meglepetés filmvetítésünk is, egy székesfehérvári filmpremiér is majd a koncert előtt. A rendhagyó műfajában egyedi koncerten a szaxofonosikon ezúttal egy olyan stílus parádéval köszönt be, ami szokatlanságával, hangzásával erősítette meg a célt, a zenei globalitás mindenek felettiségét. A háború miatt nagyon sok minden megváltozott, és ez természetesen hat mindenkire, így a zenészekre is. Ez a koncert is a változó világ jegyében született. Annak tükrében, hogy zeneszerzőként és zenészként megadatott az a lehetőség számomra, hogy ebben a formában is kifejezzem a gondolataimat. Az idővel természetesen én is változom, és próbálom a zenémet mindig hitelessé és érvényessé tenni. Ezért is történik meg, hogy a világ változásait, történéseit figyelembe véve változik a zenénk és a dalok üzenete is. A szabad, improvizatív, a kortárs klasszikus free jazz, prog rock, tehát új utakat keresve megérkezett Székesfehérvárra is, egy csoda estel bizonyítva, hogy a gondolkoz globálisan cselekedj lokálisan el, vagy jazzben is érvényesülhet. Schubert és Paganini művekkel várta a közönséget az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Szent István művelődési házban a két klasszikus művei csendültek fel, Dobszai Péter vezényletével. A Somorjai Ferenc bérlet keretében izgalmas időutazásra invitálta meg a klasszikus zene barátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Szent István művelődési házba. A helyszín Bécs az 1820-as évek végén, a császárváros utánozhatatlan zenei milliójét ezúttal Schubert és Paganini alkotásai idézték fel a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter dirigálásával. Franz Schubertet szoktuk valóban az utolsó bécsi klasszikus zeneszerzőnek, és egyszer mind az első romantikus zeneszerzőnek nevezni. Nagy Beethoven hatásokkal, de egy nagyon sajátos zenei nyelven fogalmazta meg az ő darabjait.
és tőle egy olasz nyitányt és a C-dur szimfóniát, a kis C-dur szimfóniát, a hatodikat fogjuk ma este játszani. Van egy nagyon erős olasz zenei rokonság a két műnek bizonyos részletei között, miközben az olasz nyitány bevallottan is egy Rossini paródia, és ilyen szempontból egy nagyon szórakoztató esettanulmány arra, hogy milyen az, amikor Schubert utánoz egy nagy mestert felvállaltan. Aközben a szimfóniában az olaszos részek mellett egy nagyon Beethoven-es szkercó is helyet kapott, és hát mindez valamilyen módon mégiscsak Schubert lényéből fakadóan és az ő érzésein átszűrve egy egészen sajátos és összetéveszthetetlen hangot üt meg. Ugyanakkor középen valami egészen különlegeset fogunk hallani, hiszen Paganinit mindenki a virtuózitását kedveli, a stílusát mindenestől, most azonban a Brácsára ért darab csendül fel. Így van, egy valódi ritkaság. Azt gondolom, hogy a zenekarban is a kollégáim közül meglehetősen sokan vannak, akik most játsszák először ezt a darabot. A Brácsa egy csodálatos hangszer. Bársonyosabb hangja van, mint a hegedűnek, ugyanakkor nem annyira fényes. És a zenei lexikonok azt szokták róla mondani, hogy lassabban szólal meg, és ezáltal kevésbé virtuózan lehet rajta játszani, mint a hegedűn. Úgyhogy ami ma este meg fog rajta szólalni, arra tudományos magyarázat nincsen, mert bizony Paganini és azok a brácsások, akik bevállalják ennek a műnek a megtanulását és előadását, azok megdöbbentő virtuózitásról tesznek tanúbizonyságot. A két Schubert darab között az Ördög hegedűse, minden idők legnagyobb hegedű virtuóza Paganini ritkán hallható, a dallamos olasz belkántót látványos virtuózitással ötöző Brácsára írott szonátájának dallamai csendültek fel Fülöp Levente Brácsa művész előadásában. Schubert írta a két szélső darabot, de ezek olaszos jellegűek. Olasz nyitány, meg a szimfóniában is elég sok olasz stílus található. Na most erről a darabról azt kell tudni, hogy ezt Paganini gitárra írta meg 5 húrosra. Az igazából egy ilyen összfér hangszer hegedű brácsának ötözete. Na most, és ezt Drunner úr, Ulbricht, vagy nem tudom, úr, valamilyen Drunner úr, német, adta ki, és átírta Brácsára, meg zenekarra, meg zongorára. Igazából neki köszönhetjük a 70-es években. Tehát egy stuttgarti Brácsa művész, zenetudós, zeneesztéta. Brácsa művésznek ez mekkora kihívás? Hatalmas. Ezt nehéz elmondani. Szóval az koncert az eleve, hogy mondjam, egy másodperc nyugta nincs az embernek. Egyébként sincs, de ebbe aztán pláne nem, mert nagyon gyors, meg virtuóz, de nagy örömmel játszom, nem először játszom, még nem utoljára. Gyönyörű melódiák vannak, virtuóz, szóval én nagyon örülök neki ennek a lehetőségnek, hogy ez létrejött. A klasszikus muzsika barátai legközelebb november 24-én találkozhatnak a zenekarral. Az Arzó Székházban folytatódik a Kérdezd a zeneszerzőt sorozat. A koncert keretében a 100 éve született Ligeti Györgyre, a 20. század egyik legizgalmasabb, mindig új utakat kereső világhírű zeneszerzőjére emlékeznek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.